Köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. A Kárpát-medence legnagyobb részén nyugodt, sőt nem éppen télies időben búcsúztathatjuk az óévet, viszont azért valahol most is nagyon szép, fehér és télies a táj. Dobó Botond Erdélyből, a Bihar-hegységből küldte nekünk ezt a képet, nagyon szépen köszönjük neki. További érdekes időjárással kapcsolatos képeiket pedig továbbra is várjuk a meteorfotokukac@mtva.hu e-mail címre. A felhőzet pedig ma tovább szakadozik nyugat-észak-nyugat felől, hiszen az elmúlt napok időjárását alakító front keleti irányba egyre inkább távolodik tőlünk, így ma azért még napsütésnek is örülhetünk. Főnként a nyugati-észak-nyugati területeken értelemszerűen, bár napközben azért szép lassan tovább csökken majd a felhőzet. Itt ezeken a tájakon 6-7 fokig is melegszik a levegő. Keleten azonban még fagypont alatt is maradnak maximumok, Erdélyben, Székelyföldön 0 fok környékén lesz csupán a csúcsértékek. Itt több felhő is lesz a fejünk felett, a Tiszától keletre fekvő területeken pedig eső, havas eső, a magasabb hegyekben pedig havazás is kialakulhat a mai napon. Még erős lesz az északnyugati szél is, ez estére azért mérséklődik, de napközben viharos lökések kialakulhatnak a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén is. Január 1-e is hasonló lesz, kevés csapadékkal, 1 és 8 fok közötti maximum értékekkel, és még egyelőre erős északnyugati széllel. Szerdán viszont már a hajnali órákban egy markáns hidegfront éri el a Kárpát-medencét, emiatt a hidegfront miatt pedig újra viharossá fokozódik az északnyugati szél, és több fokot csökken a hőmérséklet is. Csütörtökön már a maximumok is csupán 0 fok környékén lesznek, és a folytatásban még tovább csökken majd a hőmérséklet, így a hét második felében és a hét végén viszont kemény fagyokra is fel kell készülnünk. Napközben is néhol csupán -3, -4 fokig melegszik a levegő, és kitart a szeles idő is, úgyhogy erre készüljenek az új év első napjaiban. Mindemellett felhő átvonulások jellemzik majd az időjárásunkat, így helyenként kialakulhat havazás és hózáporok egyaránt. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra és boldog új évet kívánok!